A Marosvásárhelyi Római Katolikus Gimnázium megalapítása mellett érvelt ma Livio Drágnia. A kormányzó szociáldemokrata párt elnöke értetlenségét fejezte ki amiatt, hogy egyesek továbbra is ellenzik a tanintézmény megalapítását. Az Ager Press hírügynökségnek azt nyilatkozta, nem lát semmilyen problémát az iskola megalapításában. Szerinte egyesek továbbra is olajat akarnak önteni a tűzre, miközben mindenki el akarja oltani a lángokat. Ezzel arra utalt, hogy az ellenzéki pártok kifogásolták az iskola megalapításáról szóló törvénytervezetet. A képviselőház tegnap megszavazta a marosvásárhelyi felekezeti iskola újraalapításáról rendelkező törvénytervezetet, az ezt lehetővé tevő oktatási kerettörvényt azonban ugyancsak tegnap visszaküldte a parlamentnek Klaus Johannis államfő.